Sós Károly Attila a következő előadónk, aki közgazdász, korábbi országgyűlési képviselő, vezető gazdaságpolitikus, most az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa. Kutatási területe a kelet-európai volt szocialista országok piacgazdasági átalakulásának, külgazdasági és makroökonomiai folyamatainak elemzése. Tisztelt kollégák, én teljesen száraz és unalmas dologról fogok beszélni ahhoz képest, amit eddig hallottam. Nevezetesen egy olyan kutatásról, amelyet Kemény István vezetésével folytattunk, ez a 69 tavaszától kezdve, a vállalati vezetők viselkedésének a kutatása. Ugye ez, hogy a kutatás egyáltalán értelmessé vagy érdemessé vált, az összefüggött persze azzal, hogy azt megelőző évben vezették be a gazdasági mechanizmus reformját. Na most így tényleg érdemes volt egy ilyen témával foglalkozni. A kutatásra hát jó lehetőséget teremtett az a viszonylagos nyitottság és a társadalomtudományok iránti, hogy mondjam, tolerancia, ami azt az időt jellemezte szemben a korábbi és a nem sokkal későbbi időkkel. És Kemény István bízták meg ennek a kutatásnak a vezetésével, ami ugye egyrészt az ő fölkészültsége folytán, másrészt azért, mert ő volt a, hát mondhatnánk, az apostola a mély interjús kutatásoknak, ugye, és ezt másképp alig ha lehetett volna ezt a kutatást megvalósítani, mint ilyen mély interjús eszközökkel. Na most, hát a viszonylagos liberalizmus, az, hát akik éltek akkor, azok tudják, hogy elég gyorsan apadt. Néhány hónappal később őt már alig ha bízták volna meg ezzel a kutatással, de azért sokáig meghagyták, hát hogy mennyi ideig. Ugye a kutatásnak Keményen kívül Solt Otília, Bauer Tamás, Laki Mihály, Madarász Aladár és én voltunk a résztvevői. Közülük sajnos az Otíliát már nem lehet megkérdezni. A többiek közül pedig senki nem emlékszik, hogy meddig tartott még, ameddig engedték ezt a kutatást csinálni. Az biztos, hogy túlélte a Pista által az akadémián 1970-ben tartott felszólalást a szegénység témájáról, amiről Havas Gábor elég sokat mondott már, de én azért még hagyj jegyezzem meg a Nagy Miklós elvtársnak egy aranyköpését, amit némi nevetéssel adott elő a Pista nekünk, hogy azt mondja, tudományetikai szempontból megengedhetetlen volt az, amit a Pista ott művelt. Hát ez nagyon tetszett nekünk, bár mondjuk hát elég drámai volt amellett, hogy komikum is volt benne. Na most persze a közvetlen feladaton kívül sok egyébről is beszéltünk a Pistával, és arról is beszélhetnék, de nekem itt nem az a feladatom. Na most, hogy milyen instrukciókat adott nekünk, és itt ugye hangsúlyoznak, hogy közgazdászoknak adta ezeket az instrukciókat, a közgazdászoknak különösképpen szükségük volt itt néhány olyan pontra, amit ő fontosnak tartott. Ugye a vállalati vezetők személyes motivációit kellett vizsgálni, nem pedig a vállalatot, mint egy black boxot, vagy magyarul fekete dobozt, ugyebár, és itt hát lehet hivatkozni előzményekre. George Katona volt az, aki először az ilyen fajta megközelítést javasolt, egy magyar-amerikai szociológus, nem pszichológus, és abból közgazdász lett. Aztán jött ez a bizonyos behavioral economics. Na most, hát ennek tulajdonképpen ennek a folytatása volt ez a fölfogás. Azon kívül Pista nagyon fontosnak tartotta azt, hogy a személyi ellentéteket vizsgálja, a személyek közötti nézet és megközelítés és koncepcióbeli különbségeket. Ebből lehetett kihámozni azt, hogy mint alakulnak ki a kompromisszumok a vállalatoknál. A vállalati döntéshozókról mindent meg kellett tudni, tehát azt is, hogy járnak-e koncertre, mert ez is fontos volt abból a szempontból, hogy lássuk, hogy hogy viselkednek és mit döntenek. És mindezekből adódóan természetesen nem egy-két interjút kellett egy cégnél csinálni, hanem legalább 20-30-at. Na most annyi emberrel megismerkedni. Na most sokat földerítettünk a 68-a színesebbé vált vállalatvezetői világból ezzel a megközelítéssel.
Ugye először is azt mondom, hogy kevéssé meglepő, de nem érdektelen megfigyeléseink voltak a középszintű és középmagas vezetőknél az, hogy tényleg volt ilyen funkcióval való azonosulás, például a konstruktőrök, ugye azok mindig azt szerették volna, hogy új termék jöjjön, a közvetlen termésirányítók, hát különösen a hiánygazdaság körülményei között, ugye nagyon nehéz volt új termékekhez, új alkatrészeket, stb. Beszerezni, hát ők azt szerették, hogyha minden marad a régibe, és csak megy tovább a verkli. Na most, ugye ehhez képest a vezetők közötti ellentétek általános jelenségében elég furcsa, vagy meglepő lehetett, hogy tulajdonképpen a műszaki és a közgazdasági szemlélet közötti konfliktus, tehát a egyfelől ugye a termelés folyamatosságára, vagy és a műszaki újításra, másfelől pedig a jövedelmezőségre irányuló törekvések közötti konfliktusok nem nagyon kevéssé, meglepően kevéssé rajzolódtak ki. Hát Kemény és Soltot Ilja kutatásról készített összefoglalója szerint, illetve az egy érdekes vagy fontos magyarázatot adott erre a jelenségre, amikor arról írtak, hogy megfelelő képzettségű és ennek megfelelő tekintélyt fölépíteni képes gazdasági vezetők nem léteztek akkor tájt, tehát így ennek a konfliktusnak valahogy nem hiányzott volna az egyik oldala. Na most, tehát a pénzügyi, gazdasági körülményekhez való aktív alkalmazkodást jó részt a bankuralom elleni, a szabályozók gyakori változtatása miatti, a beruházások, a vizsgált időszakban gyakorlatilag kétszer is bevezetett korlátozása miatti tiltakozások helyettesítették, amelyek ugyan nem voltak alaptalanok, de hát azért az alkalmazkodásra akkor is szükség lett volna, és az nem nagyon ment. A pénzügyi közgazdasági szemlélet fontosabb szerepét mi két cégnél tapasztaltuk. Az egyik a Transformátor Kisipari Termelő Szövetkezet volt. Hát egyébként én tisztességtelen származásom miatt egyetem után, vagyis egyetem előtt egy évig ott kellett, hogy dolgozzak, mert közvetlenül nem vettek föl, úgyhogy én fizikai munkásként is ismertem ezt a kis céget. Ez egy kis rugalmas kisipari szövetkezet volt. Na most a másik ilyen cég az a budapesti elektroakusztikai gyár volt. Ez a cég is viszonylag kicsi volt, és részben ezzel is magyarázható az a rugalmassága, és az, hogy ugye mind a két cégnél fönnállt az, hogy nem játszottak szerepet a lakossági piac ellátásába, tehát nem számíthattak arra olyan nagyon, hogy kimentik őket, hogyha bajuk van. De ez az elektroakusztikai gyárnál még az is ugye lényeges dolog, hogy ez a cég exportra gyártott egyedi nagyberendezéseket. Na most egy ilyen tevékenységnél nagyon el lehetett volna gazdaságilag úszni, azonnal be lehetett volna dőlni, ugye akár azzal, hogy finanszírozhatatlan készleteket halmoznak föl, akár pedig azzal, hogy veszteségesek lesznek, tehát az áraik nem, az áraikhoz képest túl magas, rosszul áraznak, és ezért veszteségesek lesznek. Na most ezért megmagyarázható, hogy ezek a cégek ilyen szempontból rugalmasak és gazdaságilag érzékenyebbek voltak másoknál. És náluk nem csak a gazdasági, hanem a műszaki vezetők is eléggé képviseltek bizonyos gazdasági szempontokat. Most rajtuk kívül kétféle céggel találkoztunk. Az egyik az a Csepel Művek volt, ahol politikai és csak politikai vezetés volt a dolog lényege. A másik három olyan cég, amelyiknél, hogy úgy mondjam, mérnöki-műszaki orientáció vezetéssel találkoztunk. Hát először az utóbbiakról, ugye ez a mérnöki-műszaki orientáció, ez tulajdonképpen már egyszer utaltam rá, kétféle dolgot jelenthet, és a Kemény Solt féle összefoglalóban ide kapcsolatban két megállapítás található. Az egyik szerint az egymással ütköző vezetői törekvések közötti kompromisszum tipikus végeredménye nálunk a termelés folyamatosságára, a kapacitás kihasználására irányuló törekvés. A másik megállapítás pedig az, hogy a magyar vállalatok
adott vezetőgárdával műszaki csodák megvalósulása valószínű, mint a gazdaságossági szempontok érvényesülése. Nos, ez ugye, ez a két dolog, ez két különböző tendenciát fejez ki, és ha most három vállalatról fogok beszélni, amelyiknél mindegyiknél eléggé határozottan érvényesült a műszaki csodák megvalósítása, vagy hát inkább az arra való törekvés. Ez a lángépgyár, az elektronikus mérőkészülékek gyára és az alumínium árugyár volt. Az utóbbi, tehát az alumínium árugyárat illetően Bauer Laki esettanulmánya rámutat arra, hogy a cégnél megvalósított műszaki csoda, ami egy teflon bevonat készítő üzem volt, hát akkor tájt ez nagyon új dolog volt, nem tartozott tulajdonképpen a szerzők által műszaki vállalkozóknak nevezett vállalati vezetők profiljába. Tehát ezek olyan mérnökök voltak, akik valami egész mással foglalkoztak, de ez, mint mérnöki vívmány, megtetszett nekik és megvalósították. A másik két cégnél, tehát a lángnál és az elektronikus mérőműszerek gyáránál, mérőkészülékek gyáránál, a vezetők másfajta a saját technikai szakterületeknek megfelelő vállalkozási tevékenységet, tehát új komoly műszaki előrelépést jelentő termékek bevezetését valósították meg, bár az EMG esetében a nagyobb termelés, nagyobb népgazdasági súly elérése is fontos szerepet játszott. Végül mindhárom vállalat mérnöki vagy műszaki vállalkozó vezetőben leginkább mérnököket láthatunk. Tehát még az előzőeknél, ennél az előző két cégnél, tehát a Transformator KTS-nél és a Beagnál, ott tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy ezek menedzserek voltak, a szó piacgazdasági értelmébe vett menedzsereket megközelítő, nem nagyon, de megközelítő fölfogású működési menedzserek voltak. Addig itt mérnöki vállalkozókról van szó, akik gazdaságossággal nem nagyon törődtek, hanem valami műszaki csodát valósítottak meg. De hát így különböztethetjük meg ezeket a Transformator KTS és a Beag menedzsereitől. Na most, ami végül a Csepel Művek pártfunkcionárius típusú vezetését illeti, persze ott is voltak jól képzett szakemberek, de hát őnekik az volt a feladatuk, hogy a pártbizottság által kifejezetten csak is politikai megfontolások alapján képviselt dolgokat megvalósítsák, és amikor a pártbizottság titkára fogadott minket, akkor közölte, hogy hát itt persze elmehetünk mindenki máshoz. Ő egyáltalán nem félt attól, hogy valaki majd ellent fog neki mondani a más vezetők közül. Ellenkezőleg azt mondta, hogy csak tessék megmondani, ha valami mást mondanak, mint mi mondunk, és majd kirúgjuk őket. Tehát tulajdonképpen ő úgy képzelte, hogy a mi feladatunk az az volt, hogy hát segítsük kirúgni a vele nem egyetértő vezetőket. Na most ez óriási különbség volt, ugye a lángépgyár egy összeszokott és nagyon jól képzett műszaki gárda volt, és azok gyönyörű szépen sarokba szorították a pártitkárt. Tehát nagyon, nagyon nagy különbségek voltak ilyen szempontból ezek között a vállalatok között. Na most, tehát akkor az előadás címébe föltett kérdésre az elmondottak alapján az a válaszom, hogy a vezetői garnitúrák többfélék voltak, akartak közöttük mérnökök, menedzserek és pártfunkcionálisok, tehát nem vagy, hanem és. Na most, ami a hosszú távú eredményét illeti ezeknek a cégeknek, az elég egyhangú. A Transformator KTS 91-ben átalakult KFTV, csökkent a mérete, külföldi kooperációkat vett föl, és ezzel túlélte a rendszerváltást, az összes többi elpusztult. Ezek közül a vállalatok közül, amelyekről én beszéltem. Na most, ezek ugye különböző és végső soron mégis hasonló áldozatai voltak a zárt, részben hazai, részben KGST piacnak. És azt már akkor is nagyon jól meg lehetett figyelni, hogy egyre inkább nyugati inputokat kényszerültek használni, és egyáltalán nem tudtak nyugatra exportálni, bár több cég nagyon esküdözött, hogy majd fog. Bár akkor tájt még olyan is előfordult, hogy,
hogy az igazgatók között, hogy hát ő a burzsóá piacokra nem fog szállítani, de ez nem ezek között, a gépipari cégek között volt. Na most ugye az egyforma hosszú távú eredmények mellett érdekes kérdés, hogy rövid távon mi volt ezeknek a vállalatoknak a sorsa. Hát ami a mérnöki vagy műszaki vállalkozók által vezetett láng, elektronikus mérőkészülékek gyár és alumíniumáru gyár, gyárat illeti, ezek épp a sajátos közgazdasági megfontolásokat mellőző műszaki vállalkozásaik révén súlyos válságba kerültek. Tehát ez a három vállalat, ez hamarosan nagyon súlyos válságba került. Ugye, ha ezt összevetjük most azzal, hogy a menedzseri, tehát a piaci pénzügyi ügyekkel többé-kevésbé azért törődő vezetésű Beaggal és Transformator KTS-szel, akkor ott azt látjuk, hogy azok meg szépen tovább éltek. Hát a 20 év múlva más történt, részben más történt, de akkor szépen tovább éltek. Na most, ha ezt nézzük, akkor ugye azt kell mondani, hogy a 68-as reform hát nem is volt olyan rossz, ugye, mert aki nem törődött a gazdaságossággal, hanem a műszaki vállalkozás, hát akkor az szépen nagy bajba kerül. Na de hogyha most összehasonlítjuk ezt a csepelművekkel, az is szépen virágzott tovább. Virágzott tovább, persze az úgy értendő, a virágzott tovább, hogy rohadt nagyon lefelé, de a fizetések rendben voltak, és nem látszott ott semmi probléma, csak az, hogy hát haladt a pusztulás felé. Érdekes kérdés lehet egyébként, hogy mi maradt meg ebből mára. Hát ugye ez a műszaki vállalkozó, ez a kommunista rendszer tipikus terméke volt, ebből semmi nem maradt, ilyen nyilván nincsen. Hát menedzserek azok persze vannak bőségesen, érdekesebb az, hogy az ilyen a pártfunkcionárius jellegű vezetésű cégekkel mi van. Hát ezek is vannak, szóval ezek is szépen, gondoljuk itt a futball csapatokra, amelyeket különböző, ezek ugye vállalkozások, ezek KFT-k, meg RT-k, meg mit tudom én, ugye ezeket Fidesz politikusok vezetik, ezek ugyanúgy rohadnak szét, nyilván nem véletlen, hogy egy ilyen bizonyt a politikusok vezetik, és hogyha holnap is változás, akkor már nem lesz pénz. Szóval nyilván nem véletlen, hogy ezek rohadnak lefelé, de ugyanúgy ugye virágoznak, mint abból a szempontból, hogy rendesen fizetnek, ugyanúgy virágoznak, mint annak idején a politikai vállalkozások. Vagy persze most hasonló, amit tudom én, az első nemzeti közműszolgáltató, ugye, amelyik a rezsicsökkentésnek nevezett rohasztás módján működik, ugye teszi tönkre a közműveket sorozatosan, de hát persze ott is azt mondhatjuk, hogy virágzik, mert fizetnek rendesen. Na, most hát ennyit erről a kutatásról, és amennyire én tudom, ez volt az első ilyen mélyinterjús társadalomtudományi kutatás, vagy legalábbis a közgazdaság tudomány határán lévő kutatás. Most ebből tulajdonképpen ugye a lehetőségei azok fokozatosan romlottak. Romlottak először azzal a boszorkányüldözéssel, ami a szociológusok ellen irányult, és hát azért a közgazdászokról is romlott a véleménye a mechanizmus reformtól való eltáncolás után. Aztán jött a privatizáció, ugye, amivel a korábban közügy gazdaság, vállalatműködés az magánügyé vált, és ez nagyon-nagyon hátrányosan érintette az én interjús vizsgálatok lehetőségeit, mert sokkal könnyebben kirúgtak minket, mint korábban. Jó, hát aztán most az már egy másik történet, amikor már az állampénzügyek is magánügyekké válnak, annak már más kedvezőtlen következményei vannak, de most nem ez a téma. Attól függetlenül, hogy ezek a nehézségek voltak és vannak és lesznek, a módszert mégis kiterjedten használjuk.
Most itt, hát ugye, ami a közvetlen részvevőket illeti, Laki Misi az azóta is sok egyéb kutatást, de sok ilyen mély interjús kutatást is végzett, megtalálhatók a, hát az ő neve alatt az MTMT-be bárki megtalálja, volt a cipőipari piacról, a nyelviskolákról és sok másról, akkor a Bauer-Sós-féle járműipari kutatás, ugye, hát én erről talán megemlíteném azt, hogy mi, amikor 77-78-ban csináltuk ezt a kutatást, már előre vetítette árnyékát a CIA tanulmányaiba az, hogy a 80-as évek közepétől a szovjet olajtermelés le fog ívelni, és ezzel tettük mi hozzá a buszpiac, ami lényege, ugye a fő piac, az a szovjet piac volt. Mi ezzel a mély interjús kutatással azt mondtuk, hogy hát kérem szépen, akkor a busztermelés az nehéz lesz, és akkor a busz mennyiségének az erőltetését abba kell hagyni, és azt a hülyeséget is abba kell hagyni, hogy a bolgár busztermelés kezdeményezéseit azzal folytjuk meg, hogy nem szállítunk nekik motort, meg mit tudom, micsodát. Mert igenis, abban van a jövő, hogy ilyen főegységeket és ilyesmiket nyugati kooperációban mindenhova szállítsunk, mondtuk mi. Hát én később ugye államtitkár is lettem, és pedig éppen ipari, és én voltam a bűnös, az egyik nagy bűnös azért, hogy nem tudtam megmenteni a buszipart, amit hát ugye, mint 20 évvel korábban vagy nem csak 13 éve, vagy mennyire korábban megírtunk. Ugye, ha így csinálták tovább, akkor nem volt menthető. Na, hát aztán csináltunk még, az én vezetésem alatt volt termelőeszközkereskedelem kutatás mély interjús módszerrel, és aztán hát szólni kell arról, hogy sok más kolléga is folytatott később ilyen mély interjús kutatásokat, Gács János, Galasi, Kertesi, Fazekas, Köllő, közülük sokan, néhányan itt vannak a teremben is, nem beszélek részletesen erről. Köszönöm szépen a megtisztelést. Köszönjük szépen!